Sziasztok, Pfizer vagyok, és ez kérem szépen a Mega Man Ultra 2005 gonosz visszatért. Wilder menekült a börtönből, és megint kint van a szabadban, hogy kiengedje a 8 legveszélyesebb robotját, hogy elpusztítsa meg Megamant. De amit ő nem tud, az az, hogy ők nagyon fel lettek fejlesztve. Grúzli, az egy szép elírás. Na, ez a Mega Man Ultrának a régi verziója, mert kettő készült, a kettő került így ki a publikum elé. És az újat meccs, azt hiszem végigvittem úgy 3 éve. Kurva régen, sőt, szerintem 3,5 éve inkább. És expertet fogom élni, ja, és kontrollerre csinálom, mert nyilatkozók basztak működni a billentyűzetem. Na mindegy. Kivel kezdjük? Hát kezdjük. Kezdjük ezzel. Valamit le fogok teszteni, hogy működik-e rendesen. Na itt fogom eljátszani ezt a szóval. Működik. Oké. Meg kellett néznem, hogy rendben van-e. Úgy ócsinek az ötlete volt az, hogy igen, elfejtettem. Jaj, difficult rájtottam, hogy több lövés kell nekik, mint 4 éve. Igen, megcsinálták. Na, kifogad arra, hogy meghalok itt. Na, tegyék meg tétjeiket! A francba. Hát az nem sikerült. Hogyan is kellett itt feljutni? Hát nem így. Na, az csúnya volt. Amúgy itt az a cél, hogy eljussuk a checkpointig, mert... Na, ez most túl nehéz. Így az nem sebez annyit. Fuck. Hát ez így izgalmas lesz. Aha, most vettem észre valamit. Pontosan előtte állok, akkor nem talál el. Na, most vagyunk itt. Oha. Akkor itt kell figyelni arra majd, hogy ne legyenek ezek az utamban, mert nagyon könnyen eltalálnak, meg ő is. Na, két energia lehetne, egy is, úgy izgalmasabb lenne. És egy található végem van, szóval izgalmas lesz ez a rész. Vagy nem. De nem megyek fel azért az egy tankért, mert nincs meg az a fegyverem, amivel azt a hülyeséget ott el tudom ott pusztítani. Azt a pattogó hülyeséget ott. Pattogó hülyeség alatt nem pattogó grádra gondolok, ő baszodjon meg sim. Meg ahogy én is. Na. Itt vagyok a checkpointnál. Helyes! Mission completed! Na még két lövés kell bele? Nem. Így. Ez nekem még korábban. 4-1-8 pontosan. Na úgy. Azon filozom, hogy milyen témát vessek be. De majd eszembe jut valami. Ja igen, az, hogy mégis milyen módszert ajánlott Lóci, azt mondta, hogy próbáljam ki az X-paddert, és azon hangoljam be úgy a francba, úgy hangoljam be a kontrollert. Igen, ez második részben is így van, hogy tudjam úgy használni, hogy ne kellene billentyűzetet, tehát így billentyűzet használta nélkül vihetem végig az egészet. Még a rögzítés gomb is van állítva, a turbo is. Szóval így praktikusan megoldás, a család minden tagjának. Ja, és meg a mentés töltés is, ez volt a legfontosabb, oló. Na, miben hogy az eltalál? Nem, csoda.
Mert most próbál óvatos lenni, mert most jön egy, még egy ilyen biztpassz. God damn you! Ó, persze, még egy. Ezt azért ne... Most én mentettem ott fönt. Hú-hú. Szokásos. Na, akkor most azt mondja, hogy zsúlátjuk mondja, nincsen gyóabik már jó. Mega Man itt jó, itt jó. Nem talált. Na. Na, akkor most hát tényleg elmentem itt az Isten szeremére. Így. Hát azt ott nem vesszük fel. Abba kéne hagyni annak az egynek a lövését, csak úgy halkan megjegyzem. Halkan lépkedek. Valahogy így. Meg fogtok lepődni. Csak ennyit mondok Flashbennek kapcsolatban. Igen. Hát erre sem is ilyen nem volt így alapfegyverrel. Hány életem van egyáltalán? Egy se. Még jobb. Let's do this shit. Bye bye. Azt írja Dr. Kane. Hát, nem nagyon sikerült átalakítani Light-nak a sprite-ját. Melyik pályát kéne most használni? Azt mondja, a Quickman pálya, ha jól tudom, az kiesik. Mert oda kell az item 1, 2, meg a 3 is. Ajjaj, is. Meg tudnám őt csinálni, anélkül, hogy... Ah, fuck it, do or die van, kész. Igen, itt még a zene nincsen átírva. Baj az, szerintem nem. Nem fogsz etválni, mert túl sokat sebzel. Ah, ne szart a nyúl. Kicsit lassabbra vesszük. Kelleni fog. Itt is bevárjuk. Ez az. Kihagytunk egy nyulat. Ha! Nem tűltem be nektek. Ide vele. Ez megint egy ilyen? Aha. Na akkor itt futunk. Mondom, fut... Négy. Na várjunk csak. Nem adott semmit. Ó, hogy ne! Csak nekem zavaró, ez a túl sok felhő ott fönt. Biztos, hogy igen. Itt lesz egy élet, ezt főkőzhetni. Még itt cselesen van elrejtve. Óhó, nagyon elrejtve. Amikor itt csináltam tegnap előtt, este, nem tudom már mikor, most szombat reggel van, egy ilyen próbakört, amikor kipróbáltam a kontrollert, hogy hogyan megy ezzel, akkor itt két életet dobott. Sikerült kikerülni a levést, úristen, achievement unlocked. Sikerült azt is kikerülnem, csoda. Nem fogok farmolni. Adja energiát. Úristen, még a végén kurva szar helyett elfogadhatom azt, hogy fogok játszani.
Mizó, zállás, hát Istenem. Hadd legyek már ilyen néha. Meg hát ugye difficulton játszok, nem pedig normálon. Na várjuk, akkor itt hogyan is kell kikerülni? Megpróbálom így egy élettel. Elbassza az időzítést. Megint elbassz, és megint. Egyszer, na így. Lehet ilyet csinálni. Jó, hogy emlékszek erre. Nem tudom, hogy honnan. Lehet, hogy a Game Boy-os verzióban tanultam ezt a hülyeséget meg. Nem lesz elég, mert is meg fogok halni. De ne, leszorom, akkor is próbálkozom. Csak nekem van ilyen bal szerencsém most komolyan. Egy energia. Na, oké. Akkor tovább próbálom. Úgy kéne, hogy... Na várj, nem vagyok teljesen a bal szélén, az itt a baj. Most veszem észre. Meg az, hogy rosszul időzítem. Na. Egy helyet kettő, még jobb. Ha, baszodjál meg. Na. Csak sikerült összehozni. Mondjuk ez a levélpajzs túlzottan közel van. Na de mindegy, az ott marad. Akkor most jöjjön. Nem tudom, hogy ugye a sorrend az ugyanaz maradt, de akkor legyen. Amen! Akit nem tudok legyőzni. Na, repülőtéri pálya. Ho-ho-ho. Hat Indy Airport, Y-bekés szellemet tovább kísért. Nem kicsit, hanem rohadtul. Tehetne egy életet szerezni, csak így halkan megjegyzem. Ki is kéne próbálni. Na, eddig semmi. Na hát. Na jó, még egyszer próbáljuk. Rohadt paradicsomos tészek, miért adtak egy életet? Na jó, hát akkor nem. Ez az tudok pixel mozgás nélkül előre menni, meg előre meg hátra nézni. Csoda. Nem is finom hangoltam a kontrollert, mi a fasz. Itt ez a háttér szerintem kicsikét minimálisnak tűnik. Mint az az első résznek az eddigéből lett volna. Nem abból van. Nem tudom már honnan van, elfejtettem. De ez föl lett használva a Megvan X5 nevű Syntax Kalóz játékban, ami jóformán egy Castlevania átmódosítás. Na, most már tényleg kéne egy élet. Hát nem így gondoltam. És nem, hát persze nem mutattam. Na hát... Nem baj. Megyük repetitívre, így legalább nem egy rész lesz, hanem kettő, mert tudod, hogy nem tudom egy ütébe fölvenni így. Még így se. Legalább egy energiát legutóbb, könyörgöm. Nagyon nagy kérés ez. Úgy tűnik, hogy igen. Nem kértem nagy dolgot. Ezzel még csak egálmas tudok kihozni. Hogyne, hát... Miért is tudjuk egy életet szerezni, amikor egy sincs? Ez
Legalább egy valamit sikerült, úristen. Ez is valami. Ha, köszönöm. Mint hogy azokra szüksége menne most. Válasz, nem. Legalább ez összejött. Tudtam, hogy bele fog lökni. Miért álltam ott meg? Nem tudom. Na, hogy dobhatnál végre egy életet is. Na mindegy. Majd még majdnem pálya végén. Legalább az megvan. Életet, mondom, életet, könyörgöm, pénz vagy életet. Hirtelen háttérváltás, hoppá, chamber ajtó. Hoppá, grafika glitch, hoppá, chamber ajtó. Amen! Na, megpróbálom sima fegyverrel. Mert egy fasz vagyok, hát ilyen egyértelmű. Hogy is mondta Trevor? Go fuck yourself! Dobolnak, na. Ki legyen a következő? Az ott kicsit csúnya volt. Na ezért lesz ez nehéz, most már emlékszem erre. Rájuk, van nekem ilyenem. Akkor miért nem veszem föl? Vettem a hármas bombon segítségével ezt az tankot. Lehetne ő átank. Nem kéne ennyire vanzáj mozdulatokat csinálni, de hát... Miért is ne? Legalább így nehezebb lesz. Az ott... Aha, ez ott egy robotfosznak néz ki, vagy csak... Na mindegy, az ott... Szóval glitches a játék, értelek. Vagyis inkább bugos, mert ez játékmenetet nem folyásolja be. Na, még egy életet, könyörgöm, így... Még egy kört megnézünk. Akkor nem. Hát ezt ki fogom használni. Na valahogy így. Jaj, nincs energiám. Hát az... Már nem az én bajom, dehogy nem. Na, es már le ott úgy. Itt lehetne farmolni egy életet akár. De persze a játék úgy gondolt, hogy nem. Na most ezt csak azért is megnézem. Kíváncsi vagyok rá. De hát így... Hárdon nincs is élet. Azért ez kicsit furcsa lenne. Energia sincs. Hát ez röhelyes. Na mindegy. Ha, végeredmény negatív. Két energia? Meg fogom én itt csinálni? Ó, hogy ne. Azt hittad, hogy nem. Be kéne esni. Úgy. Na és most figyeljétek, hogy meg... van. Na mindegy. Figyeljétek, hogy itt meg fogok halni egy 80-szor. 80-at mondtam, bocsánat, 90.
90, bocsánat, 100. 110. Ugorjál már ki, úgy van. Na. Csak sikerült. Remélem, hogy ez itt a checkpoint, mert ha nem, akkor... Nagyon remélem, hogy ez itt a checkpoint. Ne, hát azért... Ó, és én nem mentettem, tehát ez milyen edit bónusz. Na, akkor is ki fogsz ott ugrani, kicsit kiért kell jönni. Még egy kicsit. Mondom, még egy kicsit. Még egy pixellel lehet, úgy. Na. Fene az én pontos érzékemet. Haha, nem. Ez kell nekem. Rájöhetnének, hogy té. Ennyi kell, nekem több nem. Isten, van energia mindkettőhöz. Na, ez már valami. 3, 2, 1. Nem tudom, hogy erre a játék olyan nehéz. Mondjuk az is. Ez most nehéz. Ez fasz volt, de hát Istenem. Továbbra is ilyen leszek. Veled is. Mondom, veled is. Úgy. Ezt ki kell próbálnom. Nem kéne hozzá kérni. Mert ahhoz sem. Ez ott folyamatosan nőni fog? Imádom, beidőzíteni sosem sikerül. Á, de nem nyomtam... Ah, mindegy. Zváz volt. Ennyi. Akkor, következő pálya. Melyik is legyen? Ez nem kell item, bár... Ne, tovább is egyszer élünk. Na, és akkor itt miért teszem áldani egy ilyen videó, aminek az nem egy milkshake, no. Erről zenére volt valami összevágott, nem tudom micsoda, milkshake, no, milkshake, no, milkshake, no. És valami... Lepke volt az Eszki karakter, Eszki Lepke volt az azért van a videó címében. Ilyen hülyeségekre bezzeg emlékszem, nem tudom. Nem tudom, mi jutott belém. Illetve az örökérvényű, nem tudom, mit kell mondani. Ez egy szépen esett, meg az is. Egy szép kis Elekmen grafika, meg... Megnetmen grafika is, hogyha jól sejtem. Nem sem layout arra hasonlít. Bár erre nem mernék mérget venni. Ja, hogy ott, ez ott nem egy fal. Ó, hát ez... Ez ilyen... Váratlanul realizált error részemről. Nem baj, legalább nincs csak az az extra élet. És igen, ezekbe bele lehet esni. Bele lehet esni a paradicsomlevesbe, ami szerintem ott nem is forró. Itt lesz egy tank, amit föl kell majd venni. Ez az... Kibágoltam ott az ellenfelet. Hárdon szétesik az a szar, sajnos. Aha, szóval te ott el fogsz találni. Mi lenne, ha én azt mondom, hogy nem? Mondom, mi lenne, ha én azt mondom, hogy nem? Mondom, nem. Így.
legalább az ott összejött, viszont... Ezt gondoltam, hogy hogyan bontsam majd ketté Söjdeót. De erre még rá kell gondolkodni. Élet nélkül megcsinálni, mit almed? Az ott megint magos. Úgy remélem, az is az volt. Na jó. Ezt is ki kell próbálnom, hogy ez... Állj már! És ez vagy nem találta el, vagy nem sebzett rajta. Akkor rájönk arra, hogy T. Azt sem sebzi. És azt sem sebzi. Na. Akkor ez egy kis izgalmas menet lesz. Gyere csak ide be! Be tudom így bugolni oda. Na, ez az. Ah, de kijött! Oh shit! Oh shit! Úgyis négy lehet egyszerre, csak több nem. Ezért elhasználom ezt itt. Mert ugye életem nincs. De miért akadtam be oda? Ó, mindegy. Gyere, gyere be ide! Úgy. Akkor... Készen van 5 pálya már. Wow. Te lesz a 6-os. Na ezt a békák miért ki nem állhatom. Meg hogy ott nem bírom eltalálni. Inkább hagytam, hogy eltalálni, mint hogy több béka legyen. Itt is lesz. Ó, több is. Még tudtuk lesz. Ó, tudtam, hogy belassult a játék. Na. Megint ki fogom bugolni. Na jó, megint bugoltam őket. Zseniális. Mondjuk szerintem ezért is lett újabb verzió később. Egyáltalán ezeket el lehet találni? El, csoda. Tudjátok milyen jó az, amikor megzavarnak felvétel közben csak azért, hogy meg ott a wifi jelszavát? Imádom. Amúgy nem. Na mindegy. Ott hagytuk abba, hogy buborék ember. Elképzeltem, ahogy... az ásványvízbe önti a buborékokat. Milyen fel elütött belém. Na mindegy. Na szóval, nem tudom, lehet, hogy ketté vágom, úgyhogy... Hogy robotmesterek rész, meg Vili rész. Így. De megint megvan 3. Ó, na azt kérem, azt kell. Az egy számomra fontos. Fejlődésemet elősegíti. Na, erre emlékszem sajnos, hogy itt lesznek gondok. Hát az nem volt nekünk gondunk és problémánk, de ez itt az lesz. Na, eddig jó. Eddig jó. Fuck, elszámoltam. Későn, meg korán nem szabad ugrani. Hát, hogy egyből rá kell nyomni a felfelére? Nem. A fene egye meg. És hogyha...
így... Jó van, túl komplikáltam már megint. Nem baj. Hello, békák! Na, ugorjál ki! Nem ugorsz, akkor... Na, az... Hát, az mondjuk most nem kell semmire. Lesz megint egy. És ott lesz még egy. Na, kosszék az S-fegyvert. Legyen kihívás, egy helyben állok. Na, akkor te jössz. Ez is szép grafika, meg van 4-ből. Nem kell ugrani, meg különben leesel, túl nagyot ugrasz, stb. Ezt a szart továbbra is utálom. Fenébe. Ezt benéztük. Meg ezt is. Szóval te beleálltál a szakadékba. Gratulálok. Legalább ebből megvan már minden így. Mindegy, úgy van. Mondjuk ez a rész lesz itt izgalmas, de... Ez már az én bajom. Így az nem találja el. Igen, na ilyenkor vannak lányok. És hogyha előre ugrok és leesek és vissza... Nem, ilyen nem megy. Ide más kell használni, mégpedig... Haszontalannak néz ki, aztán ez a legjobb megoldás. Na, legalább ez megvan itt. Életem megvan, akkor minek nézem meg. Lányok, ezek kelleni fognak. Energiát adjatok, hombre! Nem? Szokás szerint... Ó, köszönöm. Na, erről beszélek. That's what I'm talking about. Szóval te ott jelensz meg, te meg ott fönt. Ki kell számolnom néha. Fuck. Nem nyomtam meg időben a gombot. Na, ide vele. Na, ezt is jó kommentettem el. Fog létrázni.
hát egyszerűbbnek tűnik így, meg gyorsabb is. És hogyha fölötte állok... Na várjuk, meg kell nézni, hogy itt akkor a hatáskör. Pont mellé. Megint mellé. Jó, hogy erre is gondolunk. Na, így. És itt nincsen már semmi. Kár, hogy a régiobb dolgokból nem maradt semmi. Mondta öreg úr annó. Na. Megvan a Devastator fegyver. Na, és most jön ez a nehéz pálya. Szerintem ez egy kicsikét problémás tud lenni. És ezt kell utolsónak megcsinálni véleményem szerint, mert kellenek az ütemek. És már az elején kibaszol, hát, hogyha nem mozdulsz el, balra egy beletalál. Szóval nagyon kedves. Van már ilyen nagyobb... Ja, igen, akkor ide kell majd az, hogy... Szerintem ez kell ide. Hát, hogyha benne lesz a kurzor videóban, akkor ez előre is sorry, de kikapcsolt oszlán egy ilyen kurzor. Amit akartam? Ja igen, azt, hogy... Ez kell ide. De nem elég neki három, hát persze, Na, erről beszélek. Azt az egyet, meg már is szoron kész. Szeretném óvatosabbra lenni a figurát. Direkt kihasználom azt, hogy néha csak egy pár pixelt megyek előre, pont ez ilyen esetek miatt. Hát erre respawnolni fog, szóval nem szabad így visszafordulni itt sajnos. Na itt ezt telibe kapja, az is. Meg ez igazott engem, de persze pont akkor kell eltűnni. Még egyszer. Igen. Ezt nem engedhetjük meg. Nem sem ez annyit. De ez meg többet. Szóval, sakmat, mit csinálsz? Azt, hogy ezt csinálom. Ki kell kerülni a hatásköréből. Hát persze a legvégén talál el. Ó, hogy ne. Marad az, hogy hátra megyek és megint meg fog jelenni. Így. De... Mi ez már? Na jó, hagyjuk. Tovább megyünk. Kész. Pont. Na persze, itt ez difficult, itt nem lehet egy körben megcsinálni. Vagy még jobb, ezt itt át kell ugrani. Csak ki kell centizni, hogy így van. Na azt, hogy is csináltam meg? Most azon gondolkodom. Valahogy így, valószínűleg. Itt lesz valami. Úgy van. Itt fog egyszerre kettőbe esni? Nem, az később lesz. Lesz sajnos egy ilyen rész is. Mondtam. Na,
adjál valamit. Nem, persze. Checkpoint. Hány életem van? Fuck it! Nem fogok itt szenvedni emiatt. Van elég baj van nélkül is. Így is valami 40 perc hosszú rész lesz, szóval... Jó, akkor ide is még kell szosszálni. Így. Rá kellene már jönnöm arra, hogy a T... Jó, a T, a finom, a T a különleges. Az ott mégis mi volt. Elég a szélére, csak miért nem... Á, vagy mégsem, persze. Na, itt kell kicentizni ezt, hogy... Túl kell ugrani. De nem, az... Az egy másik verzió volt, vagy az újabban van ez. Na, itt írja egy... kettes itemet kell használni. Amikor nem jutsz tovább egyáltalán. És akkor ide kell mondjuk a hármas, vagy mit tudom én. Én megvárlak. Érdekes, hogy a grafika mindig ezt a pályarészt mutatja. Mert megint lesz valami turpisság. Tudtam, annyira tudtam. Mondjuk ennyire nem kéne hozzáállni úgy, ahogy. Ugye ez folyamatosan lő, persze. És kicsit arrébb állok, akkor talán nem jön újra. De, dehogy nem, akkor... Akkor azt fogom csinálni, hogy... Átrohanok rajta... Persze, hát... Mit is én nagyon szerencsém, hogy egyszer túl tudjak jutni, anélkül, hogy kétszer találjanak el. Akkor azt fogom csinálni, megvárlak. Így. Ennyi. Igen, és azon hogyan jutok túl? Hát sehogy. Várjunk csak. Ezzel sokra mentem. Semmire konkrétan, de... Akkor boss fixed lesz mindjárt, csak hát addig el is kéne jutni. És négy van. Szóval el kéne addig jutni először is. Menj vissza oda, mert különben eltalál az a szar. Na, erről beszélek. Egyből vissza kell ugrani oda. Így. God damn it! Nem használom még az eltankot, tehát direkt. Ez egyszerű bunkóság volt, de... Tud érdekelni? Válasz egyértelműen, az ott megint bágos. Nem. Felég viszi le? Aha. És most jön a neheze. Akkor megcsinálva nélkül szerintem megpróbáljuk. Megzavart az, hogy felugrik arra rámpára. Fuck! Akkor is megcsináljuk. Ó, azt nem kellett volna. Emberrel betanuljuk, hogy hogyan ugrik fel oda, meg mikor nem. Akkor is megcsináljuk. Legalább legyen egy ilyen is. Akkor is lesz egy ilyen. Az el tudtam találni egyszer. Ez az. Passzolj meg. Na. Azt hiszem, elkezdem így is. Vagy ketté vágom, vagy nem. Sziasztok, Öldök! Nagyon elég volt ebből.
Jó kis temető feelingben kezdünk. De jó, hogy elszámolom az időzítést. Az ott hol tűnt? Na mindegy. Ez egy ilyen trükkös rész, ahol nem úgy kell bejutni, ahogy, hanem máshogy. Szépen körbefogalmazom. Úristen, kaptam egy életet! Na hát, mi történt? Igen, direkt nem hoztanak fegyvert itt, mert minek? De nehezebb. Na, itt kell egy ilyen hülyeséget csinálni. Hogy? Hogy így kell bejutni oda. Nem vicc, nem vicc. Megy kell egy... Bomba. Lehet tesni? Le lehet, érdekes. Érdekelni fog még egy. És ide használjuk azt, hogy tél, hogy rájöjjünk. Jaj, meg kell nézni. Szerintem meg lehet ezt csinálni egy körrel, így kifektetem. Várjunk csak, most veszem észre, hogy kisebb távolságot tud lőni, mint ahogy el tud találni. Nem pazarolunk. De ott kell maradni a szélen, először is. Valahogy így. Mondom, ott kell maradni a szélen, anélkül, hogy mozdulnék egy pixelt is. Ki kell ezt számolni. Úgy van. Hiszen lesz még egy ilyen szoba, ahol ez kell. Na hát. Hát megvakarás után újra itt. Aha, na. Azon számolom, hogy mennyire fog tartani ez, hogy végérjek a játékon egy ültében. Ha sikerül, akkor az jó lenne. De nem garantálhatom magamnak ezt, hogy sikerüljön. Pedig van egy extra életem. Na igen, épp ez az, hogy van. Ja, nem itt vannak még az baromságok, hanem egyel később. Na, spóroltam el, járt, menj vissza, menj vissza, menj vissza. Úgy. Ezen a játéknak a hülyessége, hogy ha megvan a feje falat ér, akkor így elkezd leesni róla. És itt az a... Az a probléma, hogy itt úgy kell följutni, hogy felugrasz, és akkor még itt egy... Sőt, szerintem itt két platformot kell használni. Vagy nem. Essünk már innen. Úgy. Szóval itt... Úgy nem lehet. Úgyse, az egy érdekes, hogy úgyse. Meg úgy kéne, hogy egy, kettő, három, és akkor így felugrunk másodikra. Nem lehet úgy, fassza meg. Hogyan csináltam én ezt meg? Tudom, hogy kicsit trükkö... Nem igaz, na egy, kettő, három, és nem lehet fegyvert váltani. Akkor ezt nagyon ki kell centiznem. Még föl kell jutni, ez a legegyszerűbb, de hát ez nem lehet, hogy csak így fogom használni ezt a hármas hülyeséget, mert a, mondom a hármas hülyeséget, mert azzal nem enged fegyvert váltani.
Tehát itt hiába... Most jutott eszembe, hogyha felér a plafonig, akkor deaktiválódik, és akkor kell hirtelen fegyvert váltani, és akkor kell váltani a másik fegyverre. Hogyha... De pedig ezt lehet, szerintem. Legalábbis nekem úgy rémlik, hogy ilyet lehet. Na, ezt már még a startot? Na, ez talán be fog triggerelni. Úgy van, na. Kicsit cseles volt, ezt el kell ismerni. Ugye egybe fogtok ott olvadni. Na, és akkor most jön ez, hogy... Hogy... Na, imádj meghallgatásra találtak, csoda! Ah, tehát az nagyon könnyű lesz fölvenni, köszönöm. Ide kell egy egyes. Így. De azt hiszem, ez kell neki most. Lehet, hogy a... Keverem egy másik hekkel, mert ott tett a B-re átírva. Mert nem lehet semmi leesni, hülye vagyok. Ott le lehet. Ott is le lehet. Na. De sikerül azt előhozom, amit... Nem lehet egy pillanatra sem megállni. Seriously? És ide vi... Na, várjunk csak. Nem. Nem lehet ezt... bassza meg. Ilyen az én formám, tényleg. És most farmolhatok a hármas itemért. Bár nem kell bombát robbantani, vagy nem kell falat robbantani. Hanem csak föl kell jutni most. Tehát ez ennyivel egyszerűbb a dolgom. De akkor is. Fuck! Nem vagyok ezért ideges. Megesik az ilyen. Említem volna, hogy itt nem ad semmi megállásra időt. Legalább ebből még van, szóval mondom, abból még van. Csak ezt kell itt is csinálnom. Hogy azzal nem jutok föl, ó, hát ez... Na akkor itt lesz az, hogy megvágom azt, hogy amíg farmolok. Éljen! Hát erre tényleg szükség volt. Na. Na gyere ide, gyere ide. Kapásból jól kezdünk. Gyerünk, gyerekek! Lássuk, mit hoztok! Nagy fegyver energia, luxus! Ott volt egy. Na, akkor inkább itt maradok. Nagyobb kéne, hogy gyorsabban meglegyünk. Nem. Ah, no, azzal nem fogok feljutni. Jó, akkor egyesével főszedegetem őket. Hogyha ennyire ez kell, akkor legyen. És most már annyit csinálsz. Köszönöm, tényleg.
Elnézzük, hogy ennyi mire elég. Hát pont arra elég volt. Na végre. Akkor nem állok meg, ilyen egyszerű. Hát ez aztán váratlanul ért. Nem fogok megállni, tessék, remélem örülsz. Most egy túlzottan le vagyok lépve tőle. És most nekem meg kell állnom, szóval köszönjük. What the fuck? Az ott mi volt? Most az ott meglepett, az ott hogy? Mi van ezzel a hackkel? Tényleg ezek után... What? És mivel kell egyáltalán eltalálni? Egy ta... Mi van? Jó, oké. Okay. De jó, egy eltökönyt fölösségesen vettem föl, de legalább van egy élet. Ja, itt vannak ezek a szipirtyók, ahogy én hívom ezeket a vackokat. Metroid szipirtyók. Wow, két energia. Az ott megint bagos. Egy talán össze tudom tölteni maximumra. Lassan, de biztosan. Igen, itt nem szabad, hogy eltaláljam most eszembe. Így. Na, hát ez nagyon megérte. Általában szokott valamit adni többet ennél. Jaj, nem arra kell menni. Aha. Most már értelek. Öt forintot teszek arra, hogy meg fogok halni. Nyertem. Találjátok el. Úgy van. Ha-ha-ha-ha. Cheap skater. Itt lehetne mondjuk farmolni, nem is keveset. Hát meglátjuk, hogy mit hoznak. Hát eddig semmit. Azért nem éri meg. Azt viszont felszedjük. Ennyi talán elég is lesz. Az viszont már kell a bombához, bomba. Na, elvileg mindjárt itt a pálya vége, hogyha jól emlékszem. De ebben nem vagyok biztos. Na, mik ezek a kokusgolyók a háttérben? Sokkal nagyon finom volt a kokusgolyó. Inkább két... Nem, inkább egy segmét néz ki. Mindegy. Több ilyen nincs, akkor jöhet ez a fegyver. Meg azt, hogy meghalljak? Na, azt azért nem. Így.
Hát ez eddig eléggé komfort megoldás. Ha! Nem jött össze Béla. Hát inkább nevezzük Elemérnek, vagy Lajosnak. Lajos Metroid. Na, jó, ott a pina szoba, mehetünk tovább. Majd itt azt hiszem. Jó, sejtem. Megint egy eltang, de jó. Kár, nincs szükségem rá. Igen, és akkor föl kéne tölteni még. Hármas kelleni fog, azt hiszem. Na nézzük csak. Még azt hiszem van egy item, nincs. Ami tetszett, és ez a Metroid grafika. Egész jól lett importálva. Itt azt hiszem át lehet ugrani, csak akkor ilyen edge jumpot kellene csinálni. Valahogy így. Na, az szép lövés volt. Na, ez kell, így. Ezeket átrohanunk. Így. Ez egy csúnya lett a béke, atya úristen. Hát talált... mennyi az? 1, 2, 3, 4, 5 pixel! Aztán lehet, hogy ez csak 4. Vagy 3, meg 2 plusz 1. Mindegy. Lényegtelen. Nem azt szállok itt pajzsot? Mert minek? Uff, a minden itt már belassul a játéket a sok békától, meg sok hülyeségtől. Ennél tovább megyek. De kell egy egyes. Na, így már izgalmas három energia. De ott be lehet így. Mondom, be lehet úgy ejteni azt a vackot. Mondtam, hogy be lehet. Anya, respawnolt pár száz ellenfél. Aha, akkor itt van az, hogy... I am fucked! Vagy nem, mert úgyis van négy eltankom. Pályákért kapok egyet mostanság, szóval... Köszönöm, köszönöm, ez tényleg nagyon szükséges volt. Na, jön Cutman feneke, vagy emberi végbeleg feneke. It's Cutman's ass! Fasz kis Metroid pálya már megint. Ez a főcímképernyő, hogyha jól sejtem. Csak át van színezve. Meg ezt abba kéne hagynom mi hamarabb. A semmiből megjelenni azért az is korrekt dolog. Tényleg. Ennél nem lehet tovább ütni itt. Azért használtam. Na, erről beszélek, ott az tank. Na. Ezeket elfogadjuk. Meg innentől jön az, hogy elkezdünk így óvatosra játszani. Na, itt előszedjük ezt, és lőjünk lefele. Na, még egy kell neki.
Gyere vissza! A tömeg már csak sül el nekem este, és kivárjuk. Úgy. Elég sokat sebeznek, ezért itt nagyon érdemes ezt kihasználni. Hogyan is jutottam én... What? Hogyan is jutottam én ott tovább? Azt hiszem lehet, hogy csak így előre rohantam egy kicsit. Jaj, így. Szia, Lekman Sprite! Ja, a szavazkozott most direkt meg fogom ölni. Úgy van. Na. Még egy ilyen szoba lesz. Ezt nem kellett volna. Na szóval, még egy ilyen szoba lesz elvileg. Majd, vagy kettő, amikor már fölfele megyek. Pusztulnál végre? Köszönöm. Annyi hármas item elég lesz, mert itt az fog kelleni. Ó, bedöltem neki. Ide viszont elég kettő darab. Egyes. Illetve talán egy is. Nem. De szerintem lesz, elég lesz ide egy is. Csak oda föl kell ugrani úgy, hogy... Hát így nem lehet, szóval. Lefele menet kell ugrani. Vagy lőni egyet. Úgy van, mondtam, hogy elég egy is. Legalább egy ilyen vackot megöltünk, és most a második. Nem szó, hogy eltaláljon, mert az sokat sebez. Ah, fuck it! Pff, ez csúnya volt. Emlékszem, abból tudok lőni. Ja nem, elfogyott. Tűnjél már el! Na, köszönöm. És még egy ilyen szoba... Tényleg miért nem használtam ezt eddig? Na hát azt én a textésében fölvenném, de... De... Nem jutok el oda időben, szóval mindegy. Erre több ilyen szoba már nem lesz, ahogy van. Miből nincsenek? Abba maximum van, helyes. Miből kellene nekem most így hirtelenjében? Annyi, hogy... Hát ebből nem árt. Most ennek ezek a nagy...
talpas vackok, de azokat leszarjuk. Nagy gravitáció rájuk is hat, és így túl tudnak ugrani rajtam. És nem pazarlom ezzel az időt, meg az energiát, meg az életet. Nem talált! Akkor szép lenne, hogy így bejök az ajtón, és azért bum, eltalál azért. Extraként. Na igen, ezzel lesz egy gondok, hogy hogyan fogom én ezt így ennyivel megcsinálni. Kezdjük azzal, hogy a legnehezebbeket kiiktatjuk. Túl nagy a sprite flicker! Kifogad arra, hogy meghalok, még mielőtt eltalál, vagy még mielőtt legyőzöm. Ha, ilyen szerencsém csak nekem lehet, ugye? Hát azt azért nem gyula. Na jó, akkor kivárom. Bye bye! Na, akkor jönnek a rematchek. Jaj, de jó. De jó, három Wily asszociált karakter. A logója. A dizájnnak jó. Ah, tudtam, hogy kicsit fog csak előre jönni. Na. Egynek annyi, következőt. Amen. Továbbra sem tudok legyőzni. Na most még könnyebb, mint első alkalommal. Na ez a vicc. Na, következőt. Jegyez... Hutnán? Szarok rá, sima fegyverrel. Nem lehet annyi. Nem baj. Akkor is itt maradunk. Erre még nem gondoltam eddig? Hát így meg tudom csinálni. Jó van. Egy szép kis grafikai blog volt itt. Nem kicsi, hanem hatalmas. Ez Quickman lesz. Nem. Hanem Bubliman. Bye bye! Következő. Na ez... Na ez lesz Quickman. Csak hát ugye... Nem úgy néz ki. Na és nagyon sötét lett agyilag is. Na, következőt. Úristen, te vagy az egyetlen normális alak. Miért éppen te? Úristen, mellédődtem. Szánalom. Akkor következőt. Na, hát legalább veled nem lesz annyi dolgom. A rossz gombot nyomtam, gratulálok magamnak. Így. És utolsónak. Így. Tovább. Szia, Vivi! Várj, miért nem csinálom ezt? Hát én hülye vagyok. Sokkal egyszerűbb így eltalálni.
is van három, tehát minek használja, vagy minek tartogassam őket. Nézzük csak, mi kell neki ide. Ezt hiszem ez. Pattogtassad a golyóidat, nem érdekelnek. Utolsó pálya. Szia, Protomess Wright. Befejezés zene, de mindegy, és rohanni fogunk. Így. Itt is nem fogok kiakadni. Kétharmad! Egy annyi sebez, hogyha hozzáérek. Egy hologram vetítőhöz. Csinálja csak Géza Elemér, Jóska Dezső. Szia, Mér. Na. Viszlát, haver. Ennyi lett volna. Ennek kéne történnie most? Na. Anya, lefagyott a Microsoft Windows 95. My car is better than yours. Hát akkor el kell vinni a szerelőhöz a gépet. Ennyi? Kiakadt a játék? Jó, van, így a játék végére sikerült megölnöm a játékot magát is. Akkor ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm szépen a figyelmet. Turostáska, sajtos kifejezés, Hósperec. Sziasztok!